fölteszem a kérdést. Szervusz, Aladár, munkából? Onnan, onnan. Onnan, onnan. Hát igen. Kegyetlen az élet. Ah, és te is munkából? Nem, a feleségemnél voltam a kórházban. És jól van? Jól. Kegyetlen az élet. Hallom, új zenekarod van. Kik vannak benne? Kérlek szépen, benne van a Torma Lali, ő a cimbalmusz, aztán a Szikora Pisti, a Brácsás, meg ez a Sanyi gyerek. Ja, ő a böggös. Hát, ha ütöm, akkor rohadtul. Szerusz, Sanyika. Tiszteletem van a dárban. Te, Sanyi, te nem Jolika vagy véletlenül? Jolikára hasonlítasz, de egyre inkább. De az nem rám jellemző. Na, sztorizzad neki a situt. Na, figyelj, ide hallom, hogy egy igazi angol csávóhoz jársz nyelvórára. Hát igen, csak az a baj, hogy az órán nem hegedülhetek. Legutóbb is kivette a hangszert a kezemből. Te is hogy megy az angol? Hát, még nem annyira, de már lábadodzik. Dugójel, Sanyika, dugójel. Te, Aladár, láttad már az új aranyöngyújtómat? Nem. Na, akkor adj egy cigit, megmutatom. Na, tessék. Jól van. És az öngyújtó? Gyere, a pénteken megmutatom. Kamakam nagyon szomorúnak lát. Hát, hagydál, a sógorom miatt van, ma reggel ellopták az autóját, benne volt a pénztárcája is. Na, de tudom, hogy ki lopta el. És feljelentetted ma? Hülye vagy magamat? Normális. Te, Sanyika, én beszéltem apáddal, azt hallom, hogy vettél neki egy új okostelefont. Igen, igen, nagyon menő, a kínaim vettem. Aha. Milyen márkájú? Ez ilyen Kiaszomi. Micsoda? Xixixixomi. Xixixomi. Kiskuszmaszkusz. Xixomi majmia. Mi? Energiai tabletté vagy telefon? Telefon? Figyelj, te most fokhíjas macskát vásároltál vagy telefon? Milyen márkájú ez? Nem tudom, de a kínai is nagyon nehezen nyomtatta rája ezt a nevet. De apám örül neki. És mennyi RAM van benne? RAM? Ha reggel megivott négyet, azóta én nem tudom. Nem apádban, te szerencsétlen, és nem rum, hanem RAM. Micsoda? Mondom, RAM, az a memória. Milyen a memória? Jó, hát a negyedik RAM után már a parlamentbe akart hazamenni, nem a Hős utcába. De attól még szalonképen. Sanyika, tudod, hogy anyád melyik hónapot utálja a legjobban? Melyiket? Azt a 9-et, ami kihordott. Én is most vettem telefon, nagyon fajn, ez már 5G-s. Nagy a pofád ezzel az 5G-vel. Fogadjunk otthon az asszonynál, azt az 1G-t se találok. Egyébként meg hagyd dicsekedjek, 2 hete játszottunk a Finn császárnak a Helsinki Nemzeti Színházban. De hogy ezek a finnek milyen gazdagok, hogy ezek milyen... Sanyika, mondd el neki, milyen gazdagok a finnek. Miért? Bombáznak, mi a rosszabb van itt már? Állandósult a vibrátó maladárnak. Jaj, nagyon gazdagok! Aladár bátya, mindegyiknek van otthon saját szavonnája. Abban izzasztják a testüket. Sanyika, te ugye most vettél új autót. Igen. Előtte volt ma a törve. De. És legyen.
Nagyon sok bajom van ezzel a Rajkóval. De mi? Kötekezik ráadásul. Legutóbb a színházban 10 000 forintot adott a ruhatárosnak. Ha persze, Kálmán bácsi, de nagyon megérte azért a gyönyörű bundáját. Duguljál, Sanyika, duguljál. Mondd a ladár, hogy megy a bót? Döcök, Kalmankam, bár az arany az megy. Tegnap is elküldtem a bátyámékat a környékre, hogy vegyenek kékszereket. És hogy adták az aranyat? Sírva, Kalmankam. Te, Aladár, képzeld el, tegnap felhívott a belga császár. Ma megint kölcsönkért? Ne, francia. Fellépést akart a kislányának, születésnapja lesz, úgyhogy be tudsz ugrani a Lali helyett a zenekarba. Ja, mi van a Lajossal? Átmenetileg nem elérhető, mert feladott egy apró hirdetést és lebukott. Hát de mi volt a hirdetés? Az, hogy alig használt kerékpár lánccal kerítéssel együtt eladó. Szóval, ha be tudsz ugrani helyette, akkor meg kéne tanulnod a repertoárunkat, de nem hegedűn, hanem cimbálmon. Fog menni, nem probléma. Hülye vagy, egyszer falunapra elfelejtettem elvinni a hangszert, azt lenyomtam a közönségnek a télvilmos nyitányt, kürtös kalácsot. Láttam, így is sikerül valahogy. Hát én írtam a poént, úgyhogy az. De nem kell tudni a senki. Az semmi se ahhoz képest, amit ez a Sanyi gyerek tud. Sanyika, mesélj csak el szépen, mit játszottál el tegnap? Anyám Volvóját kártyán. Nem sokat, csávó. Hú, hogy győzött volna le a fogamzás gátlósan. Ezt te magadnak mondtad? Te, menjünk fellépni, akkor vinném magammal az asszonyt is. Jót fog nekünk tenni egy kis levegőváltozás. Hát, ha jön a feleséged és repülővel megyünk, akkor tényleg meg fog változni a levegőt. Az biztos. Mire tetszik venni? Nem kell belepofázni mindenbe, Sanyim. Duguljál el, az jó, a biztos. Jó, viccelődjetek, csak tényleg sok engem. Gond van vele. Na. Legutóbb ma azt is szóvá tette, hogy nem jó velem a szex, mert állandóan sötétbe csinálj. Miért nem csináljátok világosba? Ha ma csináltuk. Na, és úgy élvezte? Ő nem, de a gyerek annál inkább. Az én nejemmel is unalmas mostanában a szex, úgyhogy visszatértünk a jó bevált lovaglópózhoz. Lovaglópóz az milyen? Én horkolok, ő meg cukrot eszik. Na jó van, nem hallgatom tovább a hülyeségeidet, megyek inkább taxival, mert úgyse jön a busz. Akkor megyek én is veled. Jó, de akkor fizeted a taxiszámla felét. Figyelj, legyen úgy, hogy most te fizetsz, én meg legközelebb. Jó, de mit jelent nálad az a szó, hogy legközelebb? Hogyha akkor azt jelenti, hogy akkor fizetek én, ha innen közelebb megyünk, jó? Na, menjünk. Kálmán bácsi! Várjanak már, azt engemet nem vinne el magával. Sanyika, volt már olyan, hogy Kálmán bácsi nem törődött azzal, akit szeret? Nem, Kálmán bácsi. Na látod, ha ma se lesz másképp. És szerinted Kálmán bácsi ott hagyná az utcán azt, akit szeret? Nem, Kálmán bácsi. Na látod, ma se lesz másképp. És olyan volt ma, hogy ne vittelek volna magammal? De például tegnap. Na látod, ma se lesz másképp.